A halak ízesítésre várnak, az árak borsosak. 1990 forint a pont szeletek kilója ebben a budapesti bevásárlóközpontban. Versenyhátrányt emlegetnek a halasok a sertés tavalyi, illetve a baromfi idei áfa csökkentése után. Fogassüllőt szeressük, meg a pontyot. Ezt a két fajtát. És ebből sokat megesznek? Hetente egyszer mindig van nálunk. Nagyon egészséges. És az a legdrágább, ami a egészséges sajnos. Az egészséges élelmiszerek fogyasztását ösztönöznék, ezzel érvel a földművelésügyi miniszter, aki a hal és a vad jelenleg 27%-os áfájának 5%-ra csökkentését kezdeményezi a kormánynál. Ezt a fegyver, horgászat, vadászat kiállításon jelentette be Fazekas Sándor, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes társaságában, aki a vadászati védegylet elnöke. Vadat nem. Tehát nem is fogyasztottam még, de hazudok egyszer, igen. Hát, talán életemben egyszer. Egy kiló vadhús jelenleg 3000 forint átlagosan, és másfélszer tovább kell főzni, mint például a sertést. Most évi 40 dekánál is kevesebbet fogyaszt belőle egy átlagos magyar a minisztérium szerint. Halból pedig fejenként 4-5 kilót eszünk évente, ötödét, mint az európai átlag. A fogyasztói árak jelentősebb mértékben csökkenni tudnának, az jótékonyan hatna a forgalomra, azaz jelentősebb mértékben bővülne. A halasok szakmaközi szervezete, a MAHAL, az állami hírügynökséggel azt közölte, nem tudnák maradéktalanul átengedni a kedvezményt a fogyasztóknak a növekvő költségek miatt. Az intézkedés 15%-kal csökkentheti a halárakat a boltokban. Az MSZP az elmúlt években már sokszor javasolta a hal áfájának csökkentését az országgyűlésnek, szinte minden más alapvető élelmiszerrel együtt egyszerre. A vadhúsra ők eddig nem gondoltak. Üdvözöljük a vadhús, mi nem tettük bele, az egy drágább kategória, nem biztos, hogy a kiskeresetőek fogyasztási kosarában van, az igaz, hogy egészséges, tehát hogy az is belekerül, az nem baj, az a baj, hogy a zöldség és a gyümölcs nem kerül. Kerestük a kormányt, mely más élelmiszerek áfája csökkenhet még, de egyelőre nem válaszoltak. A hal és a vad jövőre lehet olcsóbb, ha az országgyűlés elfogadja a földművelésügyi miniszter javaslatát.